Az október Nyíregyházán Krúdi hónapja. Ilyenkor jelképesen hazatér közénk az író. Ábrándi, Alföldi Remete, Gyula bácsi, Jó barát, Kuruc Levente, Szindbád, Török Gedeon. Néhány álnév Krúdi Gyula a modern magyar prózaírás mestere tollából, akire pénteken városszerte megemlékeztek. Nyíregyházán minden évben kiemelt eseményként ünneplik a város legnagyobb irodalmi alakját, aki 1878. október 21-én született. Az író életének és munkásságának felelevenítésére a városban, ahol számos intézmény büszkén viseli a nevét, kulturális események, többek között kiállítások, koszorúzások és ünnepi műsorok várták az érdeklődőket. Megemlékezni szép, és ti mi addig sem az iskolában ültek. Ez igaz. De én szeretek iskolába járni. Én gimnazista koromban, amikor csak tehettem, kerültem az iskolát. Bár nem ez volt életem legjobb döntése. És ti még panaszkodtok? A megemlékezés a Szent István utcai szülőháznál kezdődött, ahol a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium diákjai adtak elő műsort, amelyben Krúdi Gyula különleges karakterét a mai kor fiataljainak szemszögéből elevenítették meg. A Krúdit megformáló diákot az író műveiben, a kitalált világokban rejlő apró örömök szeretete különösen megragadta. A kitalált világokat kihasználva, a való világ limitációit levetve magáról, alter egója mögé bújva tudta közvetíteni nekünk azt az általános élettanácsot, hogy tanuljuk meg egy kicsit élvezni a mindennapi apróbb dolgokat, nem csak az ilyen monumentális nagy cselekedeteket, amik egy ember életébe eljönnek, avagy nem. A programok ezt követően a Bessenyei téren folytatódtak a Krúdi szobornál, ahol a Krúdi Gyula Gimnázium tanulói is részt vettek az ünnepségen. Előadásukkal életre keltették az író egykori szellemiségét. Az igazi lényem itt maradt a nyírségben. Fűzfák, nyírfák, búskomoly tájak és nádasok között. Soha nem mozdult el a kertek alatt kanyargó gyalogösvényről, a szilvafák hambas árnyéka alól, a nádborvert kerítések alatt mendegélt és együtt fütyörészett a széllel. A nyírség, Magyarország legszebb tája. Ó, nyírség, ó, Magyarország, te tündéri panoráma! Miért száldos vissza lelkem mindvégig régen látott tájaidra? Nagy Szabina önkormányzati képviselő ünnepi beszédében hangsúlyozta. Krúdi Gyula világhírű munkásságának megőrzése és tovább örökítése nem csupán a város múltjának tiszteletét szolgálja, hanem fontos feladat a következő generációk számára is. Mindig is nyíregyházinak vallotta magát. Ennek a városnak voltam az írója. Az én olvasóim sohasem kérdezték, hol születtem. Minden írásomból kitűnik, hogy nyíregyházi vagyok, aki büszke származására. 30 esztendeig mindig Nyíregyházáról írtam. Könyveim épp úgy jelenítik a régi Nyíregyházát, mint akár a város múzeumai. Mi büszkén őrizzük városunk szülöttének emlékét. Az egyik legfontosabb feladatunk nekünk felnőtteknek, művészként, kulturális szakemberként, pedagógusként, szülőként vagy nagyszülőként, hogy tovább örökítsük Nyíregyháza szülötte Krúdi Gyula világhírű munkásságát a következő generáció számára is. És tisztelettel adózzunk emléke előtt. A Krúdi nap programsorozata egy különleges belvárosi sétával és a Krúdi Art moziban a Tizedes meg a többiek című film digitálisan felújított változatának vetítésével is várta az érdeklődőket. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kiállítással mutatta be Krúdi első kiadású műveit, valamint régi rádiós és televíziós felvételekkel idézték meg az író munkásságát. A napot városszerte művészeti kiállítások tették még színesebbé, így a Pál Gyula teremben október 26-áig, valamint a Városi Galériában november 2-áig különleges tárlatok várják az érdeklődőket. A pénteki ünnepségek zárásaként a szervező oktatási intézmények, az önkormányzat, valamint a város kulturális intézményeinek képviselői virágokat és koszorúkat helyeztek el a Krúdi emlékhelyeken, valamint a Krúdi szobornál.